Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, a meghívást és a jelenlétet is. Minden évben van valami kicsi kis megemlékezés nagyapámról, aztán az 50 év azt gondolom, hogy engedteti azt, hogy egy kicsit bővebben, nagyobb körben is emlékezzünk, beszéljünk róla. Mindenek előtt azt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én nem ismertem a nagyapámat. Én a halála után 4 évvel születtem, és igazából a gimnazista korom óta foglalkozom ő vele. Gyerekkorunkat átitatta az ő jelenléte, bár ugye emberileg nem volt köztünk, de nagyanyám velünk élt, az ő felesége, és ha baráti társaság, rokonok jöttek hozzánk, mindig róla beszéltek, úgyhogy egyre inkább foglalkoztatott, hogy ki is volt ő valójában, azon túl, hogy a nagyapám. A szobra, a kötetei mindig jelen voltak a családunkban, de ugye ez egy kicsit, legalábbis én úgy éreztem, hogy kevés, és nagyon izgatott, hogy milyen az ő költészete. Körülbelül 20 éves koromban vetettem először bele magam a költeményeibe, nem korábban. Az ismert, nagyanyám által sokszor szavalt verseket azért tudtuk, majd, hogy nem fejből én is megtanultam, sokszor hallottuk családi körökben, de azóta vannak már nekem személyes szerelmeim, versek. Majd talán egyet-kettőt felolvasunk belőlük. Az életével foglalkozók, Sántagyai hogy munkásságával foglalkozók, az elemzők kihagyhatatlanul említik itt a vidékben ragadtságát. Van, aki szó szerint sajnálja, hogy nem sikerült neki országos hírűvé lenni. Egy idézetet szeretnék felolvasni Szekér Endrének, az Erős várunk a vers című könyvéből, annak is a nagypapámról szóló fejezetéből. A magyar vidék a 20. században sem dédelgette az ott élő költőket. Juhász Gyula is a végeken élt. Gulyás Pált is leteperte a távolság, s tudta, hogy gyalogvándorlunk fel az égbe, hol a csillagok alszanak. Sánta György még nagyobb magányban és még kisebb hatósugarú közegben élt Kecskeméten. Valószínűleg maga is érezte titkon a főváros hiányát. A kecskeméti költősors Katona József óta ismert kegyetlen vízhangtalanságát. Ezt az 1934-ben írt egyik versében írja, érezteti. Ez az a vers, amit katonához írt, katona emlékére írt. Ugye a katona a városháza előtt halt meg, annak emlékére emeltek ott egy nagy követ. Arra az átadóra írt egy verset, amiből csak 3 sort szeretnék felolvasni. Itt robbant rá a tér 3-as fala, és összeomlott a bánat maga, magányos csillag, kit az esti ég szül, és a melindátlan semmiség. De nem tudott elszakadni Kecskeméttől. Ettől a kecskeméti és 15 kilométeres távolságban lévő jakabszállási tuszkulánumától. De ne értsük félre, a földhöz közel élő gazda, Sánta György, és a messzi távolra pillantó költő, Sánta György, ugyanaz. Nem nyomta el a költőt a vidéki léthez a 2 világháború közötti időben hozzátartozó gazdálkodás. E kettő együtt élt benne, és a földközeli magatartás kibontakoztatója lesz későbbi költészetének. Ha szabad, akkor mégiscsak végigmennék így az élet útján. 1888-ban született, a Kecskemét közeli Fülöp házán, ami kerekegyházához tartozott. Igazából az első kép, amit én hoztam önöknek, ez a családfa, ami az is mondja, alulról a 3. sorig látni nagyon jól vissza. Itt az alsó sor már nagyon kiegészítésre szorul, ezek mi vagyunk. Sánta György alatt a Sikari Kovács Margit, aki a felesége lett. Az a sor, ugye az 1888-ban született költő és testvéreinek a sora.
6 esztendősen költöznek be a városba erről a tanyáról. Igazából az indok az, hogy ekkor már rajta kívül 4 testvére megszületett, és ő, mint a legidősebb gyermek, iskolába kellett, hogy járjon, és hát, de nagyon szépen sorba követték egymást a testvérek, úgyhogy gondolom a szülők úgy számították, hogy nem sokkal később majd az összes többi gyermeknek is iskolát keresnek, tehát beköltöznek a városba, a Klapka utca 4 szám alá, ez volt a régi Sántaház. Ami érdekesség, hogy anyai nagyanyja, tehát Sánta Gábor az édesapa, és Fazekas Vilma az édesanyja, és Fazekas Vilmának rokona Huszka Ilona, a híres zeneszerző, operettszerző Huszka Jenő unokahúga volt konkrétan az édesanyja. A család nagyon sokat emlegette ezt a neves rokont. Én azt gondolom, hogy ez a zenei vonal azért az ő águkon is tovább ment, majd erről is teszek még említést. 905-ben még egy testvére születik, egy öcs, és így lesz teljes a család, ugye 6 gyermek született a házasságból. Az összes testvére nagyon jó képességgel rendelkező szakemberek lettek. Ha szabad, azt azért elmondom, hogy ugye ő az első, Sánta György, a sorban következő testvér Gábor, aki jogtudós lett egyébként, de a zenével kötött szerelme a család muzsikusává tette. Ilona testvérével nagyon bensőséges kapcsolatot ápolt, erről számtalan levél árulkodik, amiket így meg sikerült őrizni, ez a levelezés megvan, nagyon szép levelek. Ferenc az a kisgyermek, aki korán meghalt, ugye látszik az évszámból, hogy 2 évesen meghalt. László testvére, akit versében is siratott, ő Sánta László, aki nőgyógyásznak tanult, és nagyon fiatalon, friss diplomásként, végzettként halt meg. És József a legutolsó testvér, aki hát Kecskemét szerte ismert és szeretett állatorvos lett, és úgy dolgozott egész hosszú, őnek is hosszú élete volt. Az iskolát a Sárga iskolában kezdjem, ugye régen, vagy hát mi időnkben Petőfi iskola volt, aztán a Piarista gimnáziumban folytatja a tanulmányait. Itt 1905-ben tett kitűnő érettségi vizsgát, ennek emlékére az édesapa 1000 korona alapítványt tett le a főgimnázium igazgatójának kezébe. Aztán a Pázmány Péter Tudományegyetem következett, mert hogy tanári pályára készült. Aztán a következő év az, amikor az első utazása megvalósul, Bernbe utazik, hogy céljához, a német nyelv tökéletes elsajátításához közelebb kerüljön. Azonban az indulása előtti napokban egy nagyon nagy családi tragédia éri őket, elvesztik fiatalon édesapjukat, Sánta Gábort. Mint a legidősebb gyermekre, a porigsultott édesanyjának mérhetetlen nagy szüksége lett volna, de mégis az indulás mellett döntöttek, tehát elutazik, és egy év külföldi tartózkodás után majd folytatja itt a Pázmányon tovább a tanulmányokat. Ez a 905-ös kép egyébként róla. Ebben az adatbázisban, ami nagyon nagy segítségünkre van az Arkánumban, megkerestem Sánta Gábornak, az édesapának a gyászjelentését, illetve a róla írt nekrológot. Nagyon szép és nagyon érdekes, hát volt kitől örökölnie. Nagyon-nagyon nagy tiszteletben tartották, becsben tartották Sánta Gábort. Tehát ez az ő róla szóló újság rész. Magánéletének egyik legszebb mozzanata, amikor találkozik a későbbi hitvesével, Sikari Kovács Ilonával. Ennek lenyomatát szeretném felolvasni, amit nagyanyám írt, tehát őtőle fogok idézni. Szívemben őrzött drága visszaemlékezéssel gondolok életünk elindulására. A lelkem belerezdül, ahogyan megrohannak a kedves, szép emlékek. Ismerkedésünk kezdetével mennyi sok öröm, szépség töltötte be életünket.
Fiatalok voltunk, mikor megismertük egymást, de szinte már éreztük, sorsunk egymásnak van ítélve. Keresztszüleinél, Szarka Pista bácsiéknál, Szarka István volt a keresztapja, volt legelső találkozásunk, így a későbbiekben a feleség. 1905. december 26-án István napkor. A szokásos bemutatkozás után a tekintetünk valahogy többször összetalálkozott a sok arc között. Ő különösen fölfigyelt rám. Gábor öccsével már korábbi jó barátságban voltunk, s így a közelgő szilveszteri összejövetelünkre a két sánta fiút együtt hívtuk meg. Ez volt az igazi, személyes ismerkedésünk, emlékezetes, szép színhelye. Aztán egy kicsit később azt írja, hogy összeismerkedésünk után is csak ritkán találkozhattunk, mivel hogy tanulmányai kezdetén tartott, tele ambícióval, tervekkel, ez nála mindig a legelsődlegesebb kérdés volt. Legkevesebbet itthon tartózkodott, vagy Pesten, vagy külföldön folytatta a tanulmányait. A levelezést, a lelki kapcsolatot hűségesen tartottuk. És valóban így volt, egy éves hazai tanulás után ismét külföldre készült, az újabb úti cél pedig Berlin volt. Így szerezte meg az irodalomtörténeti doktorátusát, a disszertációját Lenz, mint drámaíró címmel írta meg, amit 1909-ben ki is adtak. Ezt is megtaláltam az Arcanumban, ennek egy kritikája van fönt egyébként, ez is nagyon érdekes. Elég jó kritikát kapott. Hazánkban elsőként írt a német költő és drámaíró elsőként írt erről a drámaíróról. A könyv ma is érvényesen elemzi a Sturmundrang első hullámának egyik legelső képviselőit és műveit. Az utolsó egyetemi évét ismét Pesten töltötte, 1909. júniusában szerezte meg a tanári diplomáját, szeptembertől pedig már Kiskunfélegyházi katedrán áll, mint tanár, hogyha jól néztem, akkor egy hetedikes osztályt kapott. Egyéb tanítás után az iskola igazgatóságához kérelmet nyújtott be, újabb külföldi úttervét szerette volna engedélyeztetni. A kérelmet elfogadták, így ismét vonatra szállt, és a régen óhajtott, megálmodott város Párizs felé vette útját. 1911-ben itt tartózkodott, ahol a Sorbonon a nagy Bergsont is hallgatta, Lukács Györgyel és Holló Lászlóval, és a haláláig hű jó baráttal, Szarvas Andrással. Erről az időről, ez egy 1906-os kép róla, Holló László festőművész, nagyon értékes munkásságot tud ő is maga mögött, majdnem teljesen egykorúak. Nagyon jó barátságba kerültek ott Párizsban. Ez a kép, nem tudom, látszik-e, ez Holló festette Sánta György portré, ez a tulajdonúban van. Párizst Adihoz hasonló lelkes, értő szemekkel látta és szerette, így szélesedett igazán irodalmi látóköre. Párizs egy életélménye volt, így ezt szintén a felesége fogalmazta meg róla. A német mellett most már a francia nyelvtudása is elmélyült, a hazaírt levelekben már verseket is küldözgetett. Ezeknek azért nagy része eltűnt, elveszett a 44-es borzalmakban. Egy-kettőt találtam meg, illetve nem én találtam meg, hanem ami így a családunknak a tulajdonában van. Ez a Champs-Élysées című vers, ez is ott íródott még, ugye az utolsó részében olvasni a vers után egy kedves kis levelet, édes aranyos kis micikém, drága menyasszonyom megszólítással. 1912, amikor januárban hazaérkezik Párizsból, és ez az az év, amikor a magánéletüket egy esküvővel teljessé teszik. 1912. júliusában kötnek házasságot, tehát feleség Sikari Kovács Ilona, Margit, bocsánat, és azért szóltam el az Ilonát, mert hogy kettős esküvőt ült akkor a Sikari család nagymamámnak, tehát Margitnak, a testvére Ilona is akkor házasodott. Ez is egy általunk megszínesített fénykép a kettős esküvőről. Számomra ez az egyik legszeretettebb kép. Ugye már
Az édesapa Sánta Gábor nincs rajta, ilyenkor már 6 éve halott, de édesanyja Fazekas Vilma rajta van, és az ő vonásait olyan jól látni, mert a sánták hozzák ezt a vonalat. Nagyon szép nagy szemük van a sántáknak, ilyen nagyon-nagyon kék, gyönyörű szemük van, és úgy látom, hogy az édesanyjától örökölte nagypapa. És ezen a képen ott van még nagymamámnak édesanyja, édesapja is. Ugye ebben a szokásos megosztásban, hát ami régen szokás volt, hogy különültették a házas párokat, már a feleségnek, az ifjú feleségnek édesanyját és édesapját különültették. Tehát nagyon szeretem ezt a képet. 13-ban születik meg az első gyermekük, ez a pici lányka, aki hát tudjuk, hogy nem volt hosszú életű, 16-ban veszítik el az első gyermeküket. A tragédiára talán Fájó ír, hogy ekkor már megszületett az első fiú gyermekük is, 1915-ben, aztán 16-ban, nem sokkal a kislány elvesztése után a második fiú, Zoltán fiúk is megszületik. És akkor ez az az idő, amikor megjelenik az első kötete, 1915, Bánat harangzúgásában, ez a kötet cím. Ez a fiatalkori kötet versei többnyire próbálkozások, formai játékok. A kötet cím is jellegzetesen századforduló hangulatot idéz, hiszen a bánat egy olyan szó, amely a múlt század végétől a 20. század elejéig, Vajda Jánostól Tóthár pedig nagyon sokszor kap szerepet ennek a korszaknak a költészetében. A harangzúgásnak pedig már van egy hangulatot, egy vidékies ízt is adó jellege, nem csupán a kis falura gondolva, hanem magára Kecskemétre, a városra, a kecskeméti harangok zúgására. A kötetben található versek is a századforduló mondani valóját hordozzák magukon, jellemzően bánatot, magányt, megnyugvást, megnyugváskeresést, emberi kapcsolatokat és emberek iránti érdeklődést és a szülőföld szeretetét lehet kihallani a versekből. A kötet bevételét egyébként a Vöröskeresztnek ajánlották föl. 18-ban megszületik az én édesapám, a Tibor gyermekük, aztán 1920-ban történik egy jelentős változás a családjuk életében, mert hogy Félegyházáról Kecskemétre költöznek, akkor kap engedélyt, áthelyezést a kecskeméti Katona József Reáliskolához, ahol mind a három szakját, magyar, németet és franciát is tanított. Így nyilatkozik erről szintén a feleség. Örömmel jöttünk haza Kecskemétre, Kiskunfélegyházáról, legfőbb vágyunk teljesen ebbe. Mindkettőnk szeretett szülővárosába, a kedves, gyenestéri lakásba költöztünk. Ebbe a meghitt szeretettel teli otthonba. A negyedik gyermek, illetve ugye ő az élő negyedik, de az ötödikként megszületett lányuk, 1921-ben már ide születik, akit hát a közvélemény úgy ismer, hogy Marica néni, ugye Marian nevet kapja tőlük. A családi életük teljességéről a második, 1930-ban megjelent kötetben a toronyőr oldalain olvashatunk, de kihallani a versekből a népsors iránti érzékenységet, a létezés kozmikus feltevéseit is, melyek költészetének későbbi szakaszában meghatározóak lesznek. A toronyőr itt is egy jelképes figura, sokszor szerepel már a romantika korában is ez a szó, azoknak a művészeknek a jellemzéseként, akik magányosan végzik a dolgokat, akik őriznek valamit a toronyban, valamilyen égi igazságot, emberi eszményt, és a toronyőr a magasból figyeli ezeket. Nehéz, nagyon nehéz történelmi korszakban születtek ezek a versek. Ugye két forradalom elbukik, a magyarországi modernizációs kísérletek csődbe jutnak, aztán Trianon, Magyarország területének feldarabolása. Ilyen történelmi események közepette a költő eszményeket próbált hirdetni, közvetíteni a költészetnek a tornyába elvonultan. Kiírtam pár vers címet, Ének a viharban, Hazám, kérdőjellel ugye a végén, Mit zokog a tárogató, Találkozás Tiborccal, Reng a magyar föld. Aztán 5 év sem kellett a következő harmadik kötet megjelenéséhez. 1935-ben
Aranyhomokon nomád felhők alatt címet viselő kötet már az érett, kiforrott költőt mutatja. Egyrésztről a homokvilág népéhez, tájához szorosan kötődő, másrészt a népírók mozgalmához szívből, lélekből elkötelezett költő vállalását is egyértelműen kirajzolja ez a kötet. A kötet cím jelképes, aranyhomokon állva, nomád felhőkre tekintve, a lent és a fent, a föld és az ég fogalmi ellentétére utal. Sánta György két lábbal áll az aranyhomokon, de tekintete a magasban futó felhőkre szegeződik, amelyek folyton játszó gondolatait messzi vidékre repítik. Ez a tökéletes Sánta György kép. És azt gondolom, hogy itt már nem kell azért elmondani, hogy ez az aranyhomok szó, ez azért nagymértékben nagypapához köthető, mert hogy ennek a kötetnek a megjelenésével válik közszóvá itt Kecskeméten. A költő versei a helyi sajton túl országos lapokban is eljutottak. A Hét, a Nyugat és a Napkelet is közölte őket. Közben, bocsánat, egy kicsit elmaradtam a családi képekkel, Maricainak egy 20 éves kori képe. Igen, fantófotó, igen, ez is. Aztán ez azért érdekes ez a kép, mert rajta van apukám is, itt a fiú sorban szemüveges Zoltán, aztán ott apukám van, ő nagyon ritkán lehet képeken látni, mert vagy ő fényképezett, vagy kint volt a fronton. És ezen még itt van, úgy látom. Ez egy megszínesített kép kint Jakabi veranda mögötti részről. A karosszékben egyébként a Kampis festő ül. Ő az, aki portrét festett először Marica néniről, amivel egy nagy-nagy budapesti kiállításon, Szépművészeti Múzeumban rendezett kiállításon részt is vettek, díjat is nyert vele. Aztán megfestette nagyanyámat és nagyapámat is. Ez az a kép, ami számomra még ismeretlen, úgy ismeretlen, hogy nem tudom beazonosítani nagyapámmal szembeálló embert, mert hogy Marica néni azt mondta, hogy Juhász Ferenc, de nem tudom összehozni időben a dolgot, ez még kutatás tárgya. Családi képek. Hát ez egy nagyon rossz minőségű kép, mert hogy az eredeti az elveszett sajnos. Ez a Toronyőrnek a kritikája, ez is az Árkánumnak a felületén van fönt, nagyon érdekes dolgokat lehet ott is olvasni. Azt mondja, hogy kritikusokat szeretnék idézni, azt mondják, hogy ez időtáj van Sánta György csúcsán, a költészete vagy költészete csúcsán. De ez a kor ugye a népíróknak a nagy korszaka is, amikor a közügyekben gondolkodó művészek úgy látták, hogy az 1919-es forradalmak elbukása után a proletáriátus elveszítette esélyét a magyar társadalom megújítására. Építeni csak a parasztságra lehet, a Trianon utáni országhatár átrendezés pedig szinte szükségszerűen hozta előtérbe a nemzeti gondokat. A demokratikus politikai mozgalom hiány az irodalom vállalta a politika szerepét is, és a nagy cél a nép teljes felszabadítása útján demokratikus nemzetet teremteni. A valóság felmutatásával, a feltétlen igazmondással, történelmi realitásra és nemzeti felelősségre ébresztéssel, ugye ezek a népi íróknak a célkitűzései. Adi Móricz, Szabó Dezső, aki ezeket az eszméket vallotta, az ő elképzeléseik ösztönözték Féja Gézát is, aki a Szabadság irodalmi rovatában megkülönböztetett helyet biztosított az egymás után jelentkező paraszt tehetségeknek, így ismerhettük meg Szabó Pár, Csinka István, Sértő Kálmánt is. Sánta György költészete a 30-as években együtt lüktett a népírói mozgalom megfogalmazásával, érett, elismert költő, népben, nemzetben gondolkodó értelmiségi. Ekkor éli fénykorát a katona kultusz áporására hivatott Katona József Társaság is, melynek először titkára, majd később ügyvezető elnöke is volt. Csak említésképp pár név a társaság tagjaiból, dr. Szabó Kálmán múzeumigazgató, dr. Hajnóci Iván katonakutató, dr. Gesztenyi Nagy László tanyakért és országosan elismert szakértője, Vásárhelyi Zoltán és M. Bodompár zeneszerzők,
Révész Imre és Prohászka József festők, akik a város falain túl is ismertek és elismertek voltak. A társaság, a Katonzseb Társaság meghívására az ország szelleméletének színe java eljött, a hivatalos rendezvények után a vendégek rendszerint a Jakab-szállás határában álló Sánta tanyára is elmentek. Erről számos anekdota, megírt történet szól ezekről az eseményekről. Erdély József, aki portrékat is festett a családról, elég hosszan tartózkodott, nagyapám vendég szeretetét élvezte, aztán Sinka István több hónapot, úgy szintén Darvas József, Félje Géze is, de elég hosszan vendégül látták Tamási Áront. A névsor az elég hosszú, akik megfordultak Jakabon. Föl szoktam azért sorolni, hogy Illyés Gyula, Móri Zsigmond, Keresztúri Dezső, Ortutai Gyula, Németh Lászlónak is van egy oda kötődő, tehát konkrétan Jakabhoz kötődő, vagy vele róla írt anekdóta. Április Lajos, Tóth László, dr. Szabó Kálmán. Nagyon hosszú a sor. Ebben az időben született meg a Kelet Magyarország eszménye is. Ugye, amit az ide érkezők láttak és ámultak, az, hogy az itt élők a sívó homokot termékeny földé gyümölcsössé varázsolták. Gyönyörű szőlőültetvényeket láttak. Ekkor vette Móricz is a kisnyíri birtokát, és ugyanígy területet kapott akkor Németh László, Sárközi György is. A népi írókról és a Katonzseb Társaságról van fönt ez az Arcanumban talált bejegyzés. Nagyon, nagyon gazdagon lehet kutatni. Nem sok az idő, úgyhogy nem merek felolvasni belőle, úgyhogy inkább tovább léptetem. Kecskemét pezsgő szellemi élete, ugye ez az, amit említünk, és én azt gondolom, hogy ki is kell hangsúlyozni, mert hogy ez tényleg nagyon nagy dolog volt, amikor országosan is azt mondták, hogy itt pezseg a kultúra és a szellemi élet. Ez ugye 33 és 38-9 közötti időkre tehető, és a Katonzseb Társasághoz kötődik. Van egy ilyen kecskeméti lapok bejegyzés, hogy forró sikerrel szerepel Budapesten a Katonzseb Társaság. Ezt is nagyon érdemes elolvasni, utána keresni. Tényleg ünnepelték a társaságot, hatalmas sikerük volt fent. Sánta György családi életének költészete is gazdag és nagyon szép. A kecskeméti otthonuk, a jakabi tanya, a gyermekáldások, a sok meghitt együttlét mind megtermékenyítőleg hatottak rá, nagy erőt és inspirációt adtak neki. A nagyszülők halála után ez a jakabi birtok, amit már említettem, teljesen a tulajdonukba került át, bár ugye ez a terület is magán hordozza a 20. század történelmét, mert hogy ebből az 1200 holdból hát 20 maradt, de ez a kicsi föld jelentette számára a mindent, a versek jó nagy része itt született, a barátait a legszívélyesebb vendégszeretette ide hívta. Van egy nagyon kedves, még jó, hogy felírt kis mondat, párbeszéd. Veres Péter szól nagyapámhoz, Sánta Györgyhöz, hogy Gyurka, te lepaktáltál a rendszerre, hogy még mindig van 30 volt földed. Erre az a válasz, hogy először is csak 28 van, másodszor is nem az enyém, hanem a feleségemé. 1942 az, amikor Pest-Szent-Lőrincre hívják iskolaigazgatónak, de nem megy, nem hagyja itt a várost, inkább a korai nyugdíjaztatás mellett dönt. A következő elkészült kötet, S maradunk a végtelenben címmel, a háború miatt már nem jelenhetett meg. 1944-ben Kecskemét polgármestere, 44 őszén Kecskemét polgármestere a szállási kiürítési parancsát szó szerint végrehajtotta, és a város lakosságának utolsó szárig menekülnie kellett. Hogy mit végeztek az üres városba bevonuló szovjet katonák és a visszaszivárgó emberek, az elképzelhetetlen. A családban elmondásokból tudjuk, hogy ami fogható és szállítható volt, azt lovaskocsira pakolták, és Budapest irányába mentek vele. Vas utcán élték át egyébként ezeket a heteket.
A költő akkor két dolgot vitt magával, személyesen a balonkabátja egyik zsebébe a személyes, tehát a saját bibliáját tette, a másikban pedig az elkészült kötetének a kéziratát. A család visszaérkezésekor lesújtó látvány fogadta őket. A szépen berendezett polgári házban nem sok bútor maradt, a festmények, szobrok természetesen mind eltűntek, de a legfájóbb, hogy a költők könyvtárát és kincset élő levelezését azt a gyenestéri ház előtt égették porrá. Rengeteg fénykép is oda veszett meg, azok az írások, költői levelezések, amik nagyon sokat érhettek. De még ezen is tudott tréfálkozni nagyapám, azt mondta, ezek után legalább nem kell azóta rendet csinálni köztük. Mindig volt benne valami kajánság, tréfára hajló játékosság. Ez együtt járt nála az elmélázó bölcsességgel, és egyfajta harsány kritikai kedvel, ércelődéssel. Úgy nézte, úgy szemlélte a világot, az embereket, mint aki már mindent megért, átért, mint aki látja a dolgok lényegét. Varga Mihály szavait idézem, a pillanatok apró pénzre tudta váltani a legnagyobb sorsdöntő témákat is. Akik nem ismerték, nem sejtették lényének igazi miben létét, azok sokszor bizony jogosan vérték különcnek, hóbortos bohémnak. Gyakori mondása volt, ez is elhíresült, amikor megkérdezték tőle, hogy Gyurka bátyám, hogy vagy, hogy mi az újság, ugye, és azt válaszolta, hogy népszabadság, de ez a marha nép nem tud vele élni. Ez így az 50-es, 60-es években. Életeleme volt a véleménynyilvánítás, a kritizáló kedv. Nézeteit, felfogásait nem rejtette vék alá, akárkivel beszélt. A pálma cukrászda a politizálásának kedvelt szintere volt, és mivel a hivatalos szemlélet idegen volt tőle, gyakran nézték őt reakciósnak, ellenségesnek. Hozzájárult ehhez ugye a földesúri származása is. Keresztúri Dezső írta róla, hogy ritka fényességű személyiség, erős, már-már a keménységig határozott jellem volt, olyan, akit ma nehéz embernek szokás nevezni. Az ilyen jellemek tiszta szigorúságának azonban nagyon sokat köszönhet, mint szűkebb környezetünk, mint a távolabbi haza. Ugye ez a nagymamámmal készült fénykép, itt a kajánság, Rákóczi utca szerintem. Ez az utolsó költői estjén, ugye 74. februárjában halt meg, és ez pár hónappal előtte megtartott est volt, ahol három versét ő maga szavalta el a mellette ülő Varga Mihály társaságában. Bécsben, a nagyvárosban 66-ban kaptak útlevelet, hogy meglátogathassák a külföldre disszidált fiát Györgyöt. Ez a kép akkor készült róluk. Ez pedig az utolsó 20 évnek az egyik fényképe. Megint majd idézni fogok Vörös Imrétől, az evangélikus lelkésztől, aki ennek a korszaknak mind az életútnak, mindennek a költői korszaknak nagyon meghatározó alakja volt. 1951-ben a költő lánya és felesége eljártak az evangélikus templom hitébresztő együttléteire. Az ott történtekről otthon beszámoltak. A költő csendben hallgatta őket. Családja hamarosan észrevette, hogy kezébe vette a Károli Bibliát. 1952 nagypéntekén családjával együtt úrvacsorát vett a kecskeméti evangélikus templomban. Otthon sírva borult szerettei nyakába. A katolikus költő felesége oldalán rendszeres résztvevője lett az evangélikus istentiszteleteknek. Figyelő, fürkészét tekintettel hallgatja a prédikációkat. Aztán 1954. november 5-én Imre napkor feleségével meglátogatják az evangélikus lelkészt, Felesége biztatására veszi elő zsebéből az első bibliai ihletésű versét, és szó nélkül átadta. Távozásuk után a lelkész olvasni kezdi a kéziratot, amelynek a mottója, hogy a Biblia nem mese, hanem lámpás. És akkor most meghallgathatnánk nagymamám szavalatát, az Atyafiú Szentlélek című első biblikus költészetében első nagyverséről,
ami azt gondolom, hogy ez egy hatalmas vers. Annyit hadd mondjak el, hogy én elküldtem mai napság nagy nevű költőknek, és álmóba olvasták, és nagyon-nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam erről a versről. Egész életében bölcselkedett, töprengedett az élet értelmén, meg akarta fejteni a megfejthetetlen titkokat, kereste az élet igazi értelmét. A filozófusok, gondolkodók arra kellettek neki, hogy közelebb kerüljen a minden titkok nyitjához. Hosszú életének megannyi élményét, tapasztalatát, derűjét és vívódásait egy számára magasabb szférában tudta maradandó értékű lírává egybeolvasni. Egy pár sort hadd idézzek. Bölcsharkított száz rézsút, Planck meg Heisenberg ellen ingó hitünk mindig új úton is csak feléd zúg, mint zengő fény, töretlen, szép világképünk Jézus gyönyörű verséből van. Ez az ódai hangvétel a tiszta elragadtatásának gyönyörű példája bizonyítja, hogy Sánta György a lélek átszellemülését, a mindenható erőben és jóságban való tökéletes feloldódást megélte, hitte. És milyen nagyobb bizonyságtétel kell lennél. Költői tehetsége mellett Krisztus keresése folyamatosan fejlődött, és áldásként megkapta a kifejezés képességét ehhez. Én úgy látom, hogy ahogy az éjés naplójegyzetében is megvan írva, Éjés Gyula így summázta Sánta György életét, Sánta Györgyé kiteljesedett élet. Ha életművét és életét egészében figyelem, egy gyönyörű teljes évet látok, klasszikus harmóniát, összefogottságot, derült és megtalált békét. Ahogy a Platán című versét is zárja, élünk dalban, gyermekekben, s maradunk a végtelenben. 86 éves korában ment el közülünk, Örkényben van a sírhely, ez a családi temetkezési helyünk. Azt is el szoktuk mondani, hogy a halálos ágyán a kórházban még belejavított egy Éjés Gyulának, egy Éjés Gyula versbe, amit Éjés Gyula írt, és rá reflektáló verset írt. Hitem, Éjés Gyula versének címe az, hogy Hitem senki földjén, ő pedig írt egy erre reflektáló verset, Hitem ígéret földjén címmel. És így summázásképpen csak egy pár gondolat, ami természetesen szubjektív, mert hogy nagyon közel áll hozzám, az ő személyisége, a költészete. Nagyon sokan kérdezik meg, beszélnek erről, hogy úri származását meghazudtolva a szegények mellett kötelezte el magát szóban, életformában, írásban. Miért nem tudott kitörni a vidékiségből, és nem lett országos hírű költő? Holott személyes kapcsolatban állt a kor nagyjaival. Az őt ismerő baráti körből szerintem mindenki Kossuth díjas egyébként. Ez egy ideje nézegettem. Többen azt mondják, hogy a dicső 30-as évek után rendszer ellenessége okán sok évi hallgatásra kényszerült költő a biblikus költészetbe elmenekült. Én ezt más perspektívában látom. Sánta György a nyugati kultúrán élet, mondhatjuk poéta doctus, itt az aranyhomok tengerében, minden rivaldafény nélkül ember közeli egyszerűségét tudta fogalmazni a nagy kozmikus történéseket. Mert tudta, érezte, hogy a világnak a tiszta, egyszerű szavakra van szüksége. Hitte búvópatakként egyre mélyült, sosem tört meg, míg nem felszínre tölts, olyan magaslatokra emelt, ahová kevesen jutnak el. Álljon itt előttünk példaként ő és az életünkre.